Befejezi működését a Robinson Tours utazási iroda. A 25 éve a piacon lévő 80 alkalmazottat foglalkoztató iroda szombaton a honlapján jelentette be, hogy a járvány miatt leteszi a lantot. Azt is megjegyezték, nincs külföldön utas, és a cég vagyoni biztosítéka elegendő a befizetett összegek visszatérítésére. Azt írták, 25 év és több százezer kiszolgált vendég után lezárnak egy korszakot, miután a koronavírus járvány miatt eddig még nem tapasztalt utazási és egyéb korlátozások léptek világszerte életbe. Határokat zártak le, leállt a légiforgalom, bezártak a szállodák, éttermek, múzeumok és a hétköznapi élet is korlátok közé szorult. Több hónapra leállt az üzleti élet sok gazdasági szektorban, elsőként a turizmusban, teljesen lenullázva a bevételi oldalt írták. Az utasoknak az útlemondása esetén 14 napon belül kell visszakapniuk a befizetett összeget. Ez idáig minden esetben betartotta az iroda, így volt ez 2020. januárjában is, amikor több száz utas előlegét kellett visszafizetniük hajnali járataik törlései miatt. Azonban a mostani, nagy mennyiségű lemondott út mellett az új utak foglalásának elmaradása példátlan esemény, hangsúlyozták. Kilátástalan és tervezhetetlen a jelenlegi helyzet rendeződésének időpontja, ezért szerintünk ugyancsak egy felelős döntés részünkről, hogy leállunk. Felelősen kimondjuk, hogy ezen a nyáron nem tudjuk hogyan, hova és egyáltalán lehet-e majd külföldre utazni, közölte az iroda. Jelezték, hogy a cég vagyoni biztosítása 380 millió forintra szól, így ez teljes mértékben fedezi az utasoknak visszajáró összegeket. Hozzátették, hogy a Robinson Tours szervezésében egy utas sem tartózkodik külföldön.